A fehérmezes monostorpái két győzelemmel és egy döntetlennel, míg a zöldmezes PLE három vereséggel kezdte a bajnokságot, s bizony ezúttal sem a miénk számítottak esélyesnek. Ennek megfelelően a 13. percben egy remekül végrehajtott kényszerítő után meg is szerezte a vezetést a vendégcsapat. 5 perc rá Makula Adrián jobblábas lövését tornázta szögletre a vendégkapus. A 25. percben egy baloldali beadás a középen érkező center mögé jött, aki elesett, s a bíró nem kis meglepetésre büntetőt adott. Ráadásul még ki is állította az abszolút vétlen Varga Misit. A két ítélet még a lelátó helyet foglaló játékvezető ellenőrt is alaposan meglepte. A középre lőtt 11-est végül nagy kivédte, ám nekünk a hátralévő 65 percre ott maradt az ember hátrány. Mindez azonban jót tett a csapatnak, hiszen a 30. percben Jámbor Máté visszagurított labdáját Simon 16 méterről a hálóba vágta. 1-1. Ennek ellenére a szünetre újból a monostorpáinál volt az előny, mivel a 38. percben egy gyors kontra végén mattolták a teljes védelmünket. A második félidő első felében sok minden nem történt egészen a 67. percig, amikor is egy remek jobboldali ladányi támadást Jámbor Máté fejezett be egy okos góllal, másodszor is ledolgozva a hátrányt. 2-2. Ám a miéink öröme csak 5 percig tartott. Ez a lövőcsel volt a kulcsa a fehérmezesek harmadik találatának. 2-3. Innen aztán már nem volt vissza. A hibás játékvezetői döntés a hajrára éreztette igazán a hatását, s egymás után jöttek a vendéghelyzetek. Nagy József Ivó azonban rendre a helyén volt a kapuban, vagy ha már ő is tehetetlen volt, akkor a szerencse segített. A 3 pont sorsa a 92. percben ezzel a pontos lövéssel dőlt el végleg. Így 4-2-re nyert a monostorpái egy olyan meccsen, ahol egy téves játékvezetői ítélet döntően befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét.